különbség van az Európai Unió határain belüli, illetve azon kívüli utazásokkor. A nyaraláskor fontos szabályokra hívta fel a figyelmet a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy ha valaki az unió tagállamai között utazik, akkor a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékek ki- és behozatalára nincsenek korlátozások. Ha más országot látogatnak meg a turisták, akkor a kivitelnél a célország jogszabályait is be kell tartani. A nyaralásra sokan a gyógyszereiket is magukkal viszik, erre például külön szabály vonatkozik. Ebben az esetben nagyon fontos az, hogy csak annyi gyógyszert vihet magával, amennyit az orvos előír neki arra a meghatározott időtartamra, amikor külföldön tartózkodik. Ez a rendszeresen szedett gyógyszerekre vonatkozik, tehát az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszermennyiséget lehet kivinni. Többen házi kedvenceiket is magukkal viszik utazásaik alkalmával, őket kizárólag állatútlevéllel vihetik ki az országból az unión belül. Speciális szabályok vonatkoznak azonban többek között a veszélyeztetett vadon élő állat és még a növényfajokra is. Élő és élettelen formában is tilos, vagy szigorú engedélyekhez kötött ilyeneket szállítani, behozni, illetve kivinni, akár az EU, akár más országok területén. Kiemelkedő az elefántcsontból és teknős páncélból készült ajándéktárgyak, engedély nélküli behozatalok ugyanis pénz- és börtönbüntetést is vonhat maga után. Ugyancsak külön szabályok vonatkoznak a jövedéki termékekre, egészen pontosan azok mennyiségére. 800 szál cigaretta, 200 szivar, 110 liter sör és 90 liter bor vagy pezsgő. Ezek a mennyiségi korlátozások, erre oda kell figyelni, tehát a kereskedelmi mennyiség alatti mennyiséget szabad magunkkal vinni. A készpénzre is figyelni kell, minden olyan az Európai Unió határait átlépő utas, akinél 10 000 eurónak megfelelő vagy ennél több készpénz, illetve készpénz helyettesítő eszköz, mint értékpapír van, köteles azt írásban bejelenteni a vámhatóságnál. Ebbe az értékbe beleszámítanak a kötvények, részvények mellett a legalább 90%-os aranytartalmú termékek és a legalább 99,5%-os aranytartalmú rudak, örögök, szemcsék is.